Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Dobos Rita vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Elkezdődtek a szekszárdi szüreti napok, több újítással is készültek a szervezők. Akár végzetes is lehet, a mustgáz veszélyeire hívták fel a figyelmet. Közfoglalkoztatási eredmények, kiállítás és termékbörze Tamásiban. Táven Baktále, legyetek szerencsések! Különleges színpadi produkció a Tolnai Vármegye székhelyen. Csütörtök délután óta már látogathatóak a szekszárdi szüreti napok helyszínei. A vasárnapig tartó gasztrokulturális programsorozat szervezői mindennel elkészültek a hét negyedik munkanapjára. A Béla Király téren több mint 30 borász várja majd a vendégeket. Emellett étkesek, kézművesek és vidám parkosok is készülnek a rengeteg látogatóra. Most, amit kihoztunk, az másfél raklap volt, 500 fél fel egyre, tehát ilyen 6-700-al jöttünk ide, még lehet. Több mint fél ezer palack borral készülnek a Bodri Pincészet munkatársai a szekszárdi szüreti napokra. A hét negyedik napjának délelőttjén már minden készen állt a kezdéshez. Pakolták a Béla Király téren megvehető poharakat a munkások csütörtökön. A rendezvények főhelyszíne itt lesz. Vasárnapig több mint 30 borász italait kóstolhatja a közönség, a színpadon fellépő együttesek és zenészek produkcióit csodálva. Közben az árusok és a vidámparkosok is készen állnak már. Ők idén a Széchenyi utcában és a Garai téren kaptak helyet. A szervező Babits Mihály Kulturális Központ vezetője azt mondja, idén különösen jó hangulatú fesztiválra számítanak. Talán egy picit most még jobban tömörödni fog a belvárosba az a sok-sok kiállító, illetve az a sok-sok program, ami azért minden évben szerencsénkre megvalósul. Talán az első és legfontosabb gondolat emellett, hogy jó időnk lesz. Ugye emlékszünk, hogy a tavalyi évben mennyi nehézséget és milyen szoborúságot okozott, hogy hát ennyi szóval elmosta az eső a születi napokat idén. Nagyszerű időt rendeltünk, mellénk állt az ég is, úgyhogy én nagyon nagy várakozással nézek ezen napok elé. A rengeteg koncert mellett a leglátványosabb és leginkább várt programelem a szombaton délután 3 órakor induló hagyományos szüreti felvonulás lesz. Idén minden eddiginél több jelentkezővel, iskolásokkal, óvodásokkal, borrendekkel, hagyományőrző csoportokkal, zenekarokkal, hintókkal, szekerekkel, lovakkal. Egy nagyon színpompás menet indul el szombat délután 3-kor. Szintén egy picit módosított útvonalon, az útlezárások és az áthelyezések miatt ezúttal a kórház irányába fog a Béla Király térről fordulni majd a tömeg. A szervezők több 10 000 vendéget várnak a szekszárdi szüreti napokra. Magyarország a világ 10 legnagyobb vetőmag előállító állama között van, hangsúlyozta az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára. Feldman Zsolt elmondta, hogy a hazai vetőmagágazat tavaly 350 000 tonnányi vetőmagot állított elő, amely fele-fele arányban jutott el a hazai és a külföldi piacokra. A szakpolitikus rámutatott, hogy az elmúlt években erősödött az a trend, miszerint az élelmiszerellátásban önellátóvá kell válni, és az ehhez szükséges folyamatokat fel kell gyorsítani. Hozzátette, a koronavírus járvány miatt az ellátási láncok megszakadtak, ami rámutatott, hogy az önellátásra való átállás elengedhetetlen. Feldman Zsolt kiemelte, hogy a vetőmag előállítás erős, nagy tradíciókkal rendelkező ágazat Magyarország mezőgazdaságában, márpedig a minőségi vetőmaghoz való hozzáférés eldönti, hogyan tud teljesíteni az adott ország agráriuma. A mustgáz veszélyeire hívta fel a figyelmet a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A szakértők elmondták, legfontosabb a megelőzés. A balesetek száma egyébként évről évre csökken, tavaly pedig nem történt mérgezés a vármegye területén. A szüreti időszak halálos veszélyére, a mustgáz mérgezésre hívta fel a figyelmet a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság azzal a bemutatóval, amit Várdombon tartottak. A szervezet szekszárdi kirendeltségének vezetője elmondta, a balesetek száma évről évre csökken. Ha valaki mustgáz mérgezést szenved, és lennmarad a pincében, akkor a helyiek, akik ott vannak a pince környékén, azok próbálnak a segítségére sietni. És nyilván ezt megfelelő védőfelszerelés nélkül próbálják megtenni, tehát ezt soha ne kíséreljék meg. Légzésvédő eszköz mindenféleképpen kell ahhoz, hogy kimentsük a bajba jutottat,
mert különben mi magunk is a mustgáznak az áldozataivá fogunk válni. Jó napot! Kisnagy Gyula, a szekszárdi mentőállomás vezetője kiemelte, nagyon fontos, hogy ha már megtörtént a környezetünkben a baj, akkor senki ne akarjon hős lenni, inkább hívja a 112-t. A legnagyobb nehézséget az jelenti, hogy ezek a szőlők, ezek nem exakt címeken találhatóak meg, hanem mindig valamilyen kis helyrajzi számhoz köthető területek. Nehéz a megközelítésük is, nagyon sokszor ezek csak földes vagy murvás utak. És ugye az már meghatározza azt, hogy egyáltalán ezekkel a szerkocsikkal vagy mentőgépjárművekkel meg tudjuk-e megfelelően közelíteni a helyszínt. Tehát a legjobb, hogyha egy markáns támpontot keresünk, ahol tudjuk fogadni a mentőegységeket, és a lehető legközelebb oda kalauzolni a bajba jutotthoz. Bősz Adrián, a szekszárdi borvidék hegyközségi tanácsának elnöke szerint a legjobb megoldás a megelőzés. Folyamatos szellőztetést kell biztosítani az erjesztő helyiségekben, és csak a megfelelő óvintézkedések mellett szabad lemenni. Ha ott még észnél vagyunk, akkor azonnal, tehát mindent ledobva, nem mindegy, mindegy az, hogy kifolyik, nem folyik, tök mindegy, azonnal ki kell menni a pincéből, és friss levegőt kell szívni, de a legjobb az lenne, hogyha ezek a helyek úgy vannak megközelítve, hogy a megfelelő, tehát hogy megfelelő oxigén szint legyen, tehát szüretkor alapos szellőztetés, akár plusz ventilátorokat beállítani, hogy mielőtt bemegyünk, alaposan átszellőztetjük a helyszínt. Ma már nem annyira drága egyébként egy széndioxid érzékelő se, akkor azokat be lehet tenni ezekbe az árterekbe, és amikor sipol, akkor tudjuk, hogy gond van. De a régi gyertyás módszer is segít a megelőzésben, tette hozzá a borász. A statisztikák szerint az elmúlt esztendőkben nem történt musgázmérgezés Tolna vármegyében. Országos szinten évente 40-50 alkalommal riasztják a tűzoltókat, azonban az esetek többségénél már nem tudnak segíteni. Az olcsó energia korszaka lejárt, ezért hosszú távra szóló, grandiózusnak nevezhető, összesen 7000 milliárd forintot felölelő tervet dolgozott ki a kormány a szuverenitás elősegítése érdekében, mondta Cepek Gábor, a területért felelős szaktárca közigazgatási államtitkára. Egyebek közt a villamos energiahálózat fejlesztésekre és zöld gyártósorok telepítésére 600-600 milliárd forintot, zöld ipari parkokra 800 milliárdot, vállalkozások és lakossági energiahatékonyságra 400-400 milliárdot, geotermia projektekre 300 milliárdot terveztek, sorolta. Az összesen 7000 milliárd forintos programban nincsenek benne azok a projektek, amelyek már döntési fázisban vannak, például a paksi fejlesztés, tette hozzá. A közfoglalkoztatási program során elért eredményeket és a településeken előállított helyi termékeket mutatták be Tamásiban a közfoglalkoztatási kiállítás és termékbörze rendezvényen. A programon Tamási és Dombóvár járás önkormányzatai 17 településsel képviseltették magukat. A közfoglalkoztatási program térségi eredményeit mutatták be az immár hagyományos közfoglalkoztatási kiállításon Tamásiban. A megnyitón elhangzott, a rendezvény lehetőséget teremt arra, hogy bemutassa a vidéki emberek szorgalmát és tenni akarását, és a hasznos és értelmes munka eredményét. 9. alkalommal szervezi meg a közfoglalkoztatási kiállítást, van egy népszerű neve, termékbörzének hívjuk. 17 önkormányzat jelent meg, és ennek a programnak az a lényege, hogy a közfoglalkoztatásban dolgozók mutatják meg azt, hogy milyen termékeket, mondhatjuk azt, hogy milyen értékeket állítanak elő. Az ide látogatókat színpadi programokkal, illetve az elmúlt évek közfoglalkoztatási kiállításait bemutató fotókiállítással várták. A termékbörzén a finomságokat kínáló feldíszített standoknál a megtermelt zöldségeket, gyümölcsöket, lekvárokat, szörpöket, savanyúságokat és készételeket is megkóstolhatták az érdeklődők. A települések igyekeztek a teljes termékkínálatot bemutatni. Töpörtyökrém, körözött, lilahagymás, zsíros kenyér, van egy kis házi szilvalekvárunk, eperlekvárunk, és nagyszékelyben termesztünk káposztát eladásra, burgonyát saját fogyasztásra, vöröshagymát,
és ez a standunk. A közfoglalkoztatási rendszer átmeneti munkalehetőséget biztosít a regisztrált álláskeresőknek és rehabilitációs ellátásban részesülőknek. A regisztrált álláskeresők száma évek óta csökken. Idén a közfoglalkoztatási bér havi összege végzettségtől és munkakörtől függően bruttó 116 ezer és 163 ezer forint közötti havi összeget jelent a programban dolgozóknak. Jövőre európai parlamenti választások lesznek, minden adott, hogy egy átkaroló hadművelettel a magunk javára fordítsuk az erőviszonyokat, és közben nekünk, magyaroknak el kell végeznünk a házi feladatunkat, össze kell állítani a magyar családpolitika 2.0 programját, mondta Orbán Viktor miniszterelnök az 5. budapesti demográfiai csúcson csütörtökön. A kormányfő beszédében hangsúlyozta, a családpolitika első szakasza lezárult, indulhat a második fázis. Akiket az eddigi eszközökkel el tudtak érni, azokat már megszólították, most azon gondolkodnak, azon dolgoznak, hogy miként fejlesszék tovább a családpolitikát, tette hozzá. Különleges a balkáni cigány szakmákat bemutató zenés-táncos színpadi produkciót mutattak be Szekszárdon. A Táven Baktále Legyetek Szerencsések című előadás célkitűzése, hogy a lehető legkomplexebben és legsokrétűbben mutassa be a roma néphez kapcsolódó mesterségeket. Szeptember 13-án mutatták be a Babits Mihály Kulturális Központban Táven Baktele, Legyetek Szerencsések című előadást. A produkció Fitos Dezső társulatának nevéhez köthető, ami egy cigány mesterségeket bemutató dramaturgiai szövetbe ágyazó táncszínházi produkció. A mesterségeken túl megismerjük azt a fajta roma kultúrát, ami írtóra színes, vibráló és energikus. Hogyha táncművészként vizsgálom a Kárpát-medence táncait, egyszerűen egy táncművésznek, egy néptáncosnak óriási kihívás a cigány táncok elsajátítása, hiszen egész testből, gondolkodásmódból egészen másképp működik, mint a magyar paraszti ember. Az előadás célkitűzése, hogy a lehető legkomplexebben mutassa be a cigány néphez kapcsolódó mesterségeket. Ahogy a mesterségek is igen változatosak, úgy az előadás is törekszik a formai és művészi sokszínűségre. Mindehhez a Kárpát-medence magyar nyelvterületének változatos táncait, zenei és énekes anyagát használja eszközéül, kitekintéssel a nyugat és kelet-európai cigány kultúrára. Megjelenik a kovács és drótos mesterség, a teknővályok, a sármunkával foglalkozók, valamint a mutatványosok és a zenészek mindennapjai is. Ezt a produkciót 2021-ben mutattuk be a Hagyományok Házába, ugye ez a cigányságról szól, a cigánymesterségekről, hogy régebben mennyire fontos volt ez az emberek világában, és hogy mára mennyire elveszett. Ez a Táven Baktele című, Legyetek Szerencsések című produkciónk. A társulatnál pedig 2022. március 1-je óta vagyok, ekkor alakult meg így a hivatásos szférában Magyarország legfiatalabb hivatásos együttese. A performance dramaturgiai kötőanyaga a cigányok vándor természetének ábrázolása. Az etüdös szerkesztésmód arra is lehetőséget ad, hogy váltogassák egymást a hol balladisztikus és lírai, hol pedig épp az élénk komikus jelenetek, miközben a cigány nép eredetéről és történetéről is képet kapunk. Regionális híreink következnek. Betonszarkofág helyett zöldebb közösségi tereket a pécsi kertvárosba, megszólalt a helyi képviselő. Pécs közösségi térképe, a zavaró hibákra hívhatják fel a figyelmet a helyiek. Egészségügyi ellátás, nyugdíj, ellenőrizzük a biztosítási jogviszonyunkat a nap szerint. A zöld területeket kell növelni Pécs kertvárosában, nem a betonépületek számát, mondta a körzet önkormányzati képviselője szerdán. Mus Zoltán szerint egy élhetőbb, kényelmesebb városrészt kell kialakítani a település déli részén. Ezt tudják közösen megvalósítani az ott élőkkel, a politikus szerint.
Munkagépek és munkások dolgoznak a pécsi Diáda téren. Itt vágták ki a 4-5 évtizedet megélő, egészséges fákból álló ligetet, hogy piaccsarnokot építsenek a helyére. Mindezt úgy, hogy a helyiek tiltakozását nem vették figyelembe, mondja a Fidesz helyi képviselője. Bevett negatív gyakorlattá vált Pécsett az elmúlt 4 évben, hogy a baloldali városvezetés zöld területeket számol fel annak érdekében, hogy valamely projektet megvalósítsa. Volt, hogy lakossági összefogásnak köszönhetően ez meghiúsult, emlékezzünk az egykori Mandulás kemping területére, ám számtalan az olyan helyszínek száma, akik szerencsétlenül áldozatul estek ennek a tevékenységnek, mint például az itt látható Diána tér területe. Itt a városvezetés az új piac megépítésére hivatkozva kivágta a 40-50 éves egészséges fákat. Annak ellenére történt mindez, hogy a lakosság számtalan fórumon kérte, követelte polgármester urat, hogy ne tegye meg. Musz Zoltán szerint a betonszarkofák helyett zöldebb közösségi tereket kell kialakítani kertvárosban. Kiemelt jelentőségű egy környezeti egyensúly megteremtése. Azonban az itt élők azt tapasztalják, hogy a fás területek és a virágos placok zsugorodása ellenére nem javult a közlekedés, és a parkolóhelyek száma sem bővült számottevően. A mi javaslatunk az itt élők számára, a kertvárosiak számára egy a jelenleginél zöldebb, ám mégis modernebb és kényelmesebb városrész kialakítása. Tegyünk érte közösen. Mondta a képviselő, utalva a jövő évi választásra. Ott dönthetnek a helyiek, hogy bizalmukat elnyerve megvalósíthatja a városrészbe tervezett elképzeléseket a polgári párt. Kátyúk, úthibák, törött pad, koszos elhanyagolt terület, ezekről tehetnek bejelentést a pécsiek a közösségi térképen. A kezdeményezést még májusban indította a polgári oldal. A közösségi térkép célja, hogy bürokratikus akadályok nélkül bárki, akár névtelenül, azonnal, könnyen és egyszerűen jelezni tudjon egy olyan városi problémát, tűnjön az bármilyen apróságnak is, amely a közösség életét megnehezíti. Már Pécs történelmi belvárosában járva is szembe tűnik jó pár zavaró tényező, ami a tisztaságot illeti. Pécs közösségi térképe már május óta felhívja a figyelmét a lakosságnak, hogyan tegyen bejelentést, ha bárhol valamilyen rendellenességet, kátyút, törött padot, szemetet vesz észre, ezzel mintegy segítve városunk tisztaságán, rendjén. A polgári oldal képviseletében Csizmadia Péter, a pécsi Fidesz frakció vezetője, önkormányzati képviselő beszélt a közösségi térkép céljáról és eddigi sikeréről. Ez a kezdeményezés az a célt szolgálja alapvetően, hogy a lehető legegyszerűbben jelenthessék be a pécsiek, hogyha a közterületen járva kelve valamilyen problémával találkoznak, legyen az egy kátyú, egy szemétkupac, egy leszakadt pad, de tulajdonképpen bármi bejelentés tárgyát képezheti. Sokan fordultak hozzánk azzal a panasszal az elmúlt időszakban, hogy nehézkesen érik el a városi cégek ügyfélszolgálatait, illetve nem kapnak kellő visszacsatolást a bejelentésekre. Ezért ezeket a lakossági jelzéseket egyetlen internetes oldalra lehet feltenni, bejelenteni. Egyszerűen néhány kattintással megoldható a bejelentés követve a leírást. Ez alapján bárki, aki egy mobiltelefon tud kezelni, az ezen az oldalon keresztül telefonja segítségével egy fotót feltöltve a problémáról és leírva, hogy tulajdonképpen hol van ez, azzal be tudja jelenteni ezen az oldalon keresztül. Időközben a Városüzemeltetési Társasággal, a Biokommal sikerült egy megállapodást kötni, szóbeli megállapodást, hogy ők várják ezeket a bejelentéseket és segítenek abban, hogy valóban megoldásra kerüljenek. A kezdeményezés sikeres, néhány hónap alatt 100-as bejelentést ért el az oldal. A nyáron tesztüzemmódban működött és bevált, tehát van létjogosultsága, teszi hozzá a képviselő. Látszik, hogy sokan éltek a lehetőséggel, és ezt az ősszel, illetve a további években ezt fejleszteni kívánjuk és kiterjeszteni, és így elültetni a pécsiek fejében azt a gondolatot, hogyha valamilyen problémát észlenek, akkor van megoldás, nyúljanak a telefonjukhoz, küldjék be, és ezzel ők is hozzá tudnak járulni ahhoz, hogy ezekre a problémákra felhívják a város figyelmét, és a város ebben remélhetőleg hatékonyan és gyorsan tudjon reagálni. Annak érdekében, hogy a pécsi közterületek állapota az valóban olyan méltó legyen ehhez a városhoz, mint amit ennek a városnak a rangja és a múltja egyébként megkíván. Az elhanyagolt közterületeknek elejét kell venni, és a pécsiekre kell és lehet is számítani. Pécs közösségi térképe a pecskt.hu weboldalon elérhető.
Kellemetlen meglepetés érheti azokat, akik nincsenek tisztában a biztosítási jogviszonyukkal. Ez hatással van az egészségügyi ellátásukra, illetve a nyugdíj igényükre is. Tudtuk meg a NAV baranyai sajtóreferensétől. Ma már lehetőség van arra, hogy a megfelelő adatbázisból információt szerezzenek arról az adózók, hogy megfizetik-e a munkáltatók utánuk a járulékokat. Előfordulhat, hogy az orvosnál derül ki, nincs biztosítási jogviszonya az illetőnek, vagy amikor nyugdíjba készül valaki, és a ledolgozott évek egy része nem szerepel a nyilvántartásban, mert a munkáltató nem jelentette be. Sokan hallottak már ilyen példákat, ezért fontos, hogy az adózók ellenőrizni tudják biztosítási jogviszonyuk meglétét. Azoknak az adózóknak érdemes ellenőrizni a biztosítási jogviszonyukat az ügyfélkapunk keresztül, akik szeretnék tudni, hogy minden rendben van-e a munkavégzésükkel, illetve akiknél a gyanú fölmerül esetleg, hogy a munkáltató nem jelentette be őket szabályosan, vagy ha esetleg nyugdíjba késtülnek, vagy pedig a gyermekkel kapcsolatban jogviszony igazolására lesz majd szükség. Egyéni helyzettől függ, hogy kinek van biztosítási jogviszonya. Az egészségügyi szolgáltatásokra való jogosultság többféle módon szerezhető. Az első és a legfontosabb, hogyha biztosított valaki, akkor lesz valaki biztosított, ha például alkalmazottként dolgozik, vagy megbízási jogviszonyban, vagy pedig egyéni vállalkozóként tevékenykedik. Jogosult például a diák, a nyugdíjas, illetve vannak olyan adózók is, akiknek az egészségügyi szolgáltatásért cserébe egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetni. Ezért fontos, hogy ellenőrizzük a biztosítási jogviszonyt. Ezt ügyfélkapus regisztráció után a magyarország.hu oldalon lehet megtenni. A vállalkozás menüpontban érhetők el a személyes adatok. Abban az esetben, hogyha az adózó eltérést talál az ügyfélkapunk keresztül elérhető adatok és a saját nyilvántartásában szereplő adatok között, akkor észrevétel tehet magán ezen az ügyfélkapus felületen is, de célszerű megkeresni a volt munkáltatót is, és vele egyeztetni az adatokat. A jogviszonyok lekérdezéséhez bármelyik NAV ügyfélszolgálaton kérhető segítség. Telefonon pedig a 1819-es infovonalon kapunk tájékoztatást, illetve segítséget. Végül mutatjuk legfontosabb Tolna vármegyei híreinket még egyszer, röviden. Elkezdődtek a szekszárdi szüreti napok, több újítással is készültek a szervezők. Akár végzetes is lehet, a mustgáz veszélyeire hívták fel a figyelmet. Közfoglalkoztatási eredmények, kiállítás és termékbörze Tamásiban. Táven Baktále, legyetek szerencsések! Különleges színpadi produkció a Tolnai Vármegye székhelyen. Péntekre felhősödések melletti változóan napsütéses idő alakul ki. Az ország túlnyomó részén nem hullik csapadék. Éjszaka általában kevés felhő, csillagfényes égbolt várható. Friss hírekkel legközelebb péntek este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!